megérkeztek a hamburgerek a teszteléshez. Ebben azt hiszem csak növényi alapanyag van, Laci. Ez egy igazi vegán burger az enyém. Mind a három. Igen, igen. Ebben Beyond Meat terméke található, ami borsóból és egyebekből áll össze. Tudom, hogy van benne cékla, ami a színe miatt fontos, hogy legalább úgy is nézzen ki. Nagyon érdekes, hogy 99%-a kevesebb vizet használnak ehhez, mint mondjuk egy marhahúshoz, egy ugyanilyen tömegű marhahúshoz. A üveghatású gázkibocsátás, ami ehhez kapcsolódik, 89%-a kevesebb, de hát ez mondjuk egy átlag fogyasztót nem érdekel. Az már igen, hogy ebben szinte nincsen antibiotikum, hiszen növényből van. Nem cserélünk egyet? Na, cseréljünk. Nem tudom, te megeszed-e? Én vega vagyok, de megkóstolom az őt. Hát ez a hús, egyértelműen nagyon finom. Na, megpróbálom. Milyen is lehet? Nem tudnám megmondani, hogy milyen hús, ha nem tudnám, hogy mi ez. Valahol a csirke és a hal között. Igen. Ez hús. Én nem tudom. Nehéz megmondani, nekem húsnak tűnik. Igen, ki kell deríteni, lehet, hogy összekeveredtek a hamburgerek. Nem, ez nem hús. Nem hús, de ez hús. A húsba harapva egyből lehet érezni a zsír ízét. Ez egy olyan íz, a sós, az édes, a keserű és a savanyú mellett, amit ötödiknek mondanak, és azonnal érezhető, hogy ebben van a hús. Ezt a húsízt úgy hívják, hogy umami. Kik? Hát úgy, akik értenek hozzá, húsíznak értek. Ezt gondolnám. Melyik teljesen elvesztette a fonalat. A húsos nagyon-nagyon-nagyon finom. Akkor ezt húst tettem eddig. Lehet. Hát ez úgy, hogy húsnak gondoltam, húsnak is éreztem. Az is vegán, az a harmadik. Nekem jobban ízlik egyébként. Melyik? Nem hús. Nem kell közzé enni valami olyat, amit nem szeretünk, mint a borkóstoló, hogy a két bor közé vizet. E közé mit lehet? Egy műanyag lapkát? Na, műanyag lapkát megnyalogatsz van. Smizli. Fél liter ecet. Tényleg finom hamburger. Én visszaharapok a húsra. Nem visszatértem, azt hiszem, a borsó alapú vegán hamburgerhez. Jó lelkiismerette, hogy nem kell egy marha szomorú személyre gondolnom, amikor ezt teszem. Ez a hús hús? Nem, ez a vegán húspagácsa. Jó, látszik, hogy ha így úgy néz ki, mint egy hús. De fontos, nincs benne szója, ami szintén nem túl egészséges. Tényleg? Nincsen, benne egyáltalán. De nem szója. Az, hogy nem egészséges a szója. Nem. Nagy mennyiségben ugyanolyan rossz. Mint a hús. Na, most tudom meg, mikor már szójafüggő vagyok. Ez a bánatos rukkola. Remélem, nem érez semmit. Én nem vagyok 100%-osan elkötelezett híve a húsevésnek, de nagyon szeretem. Viszont nyitott vagyok erre a vegán megoldásra is. Ha nem szedem szét, hanem úgy eszem, mint egy átlagos hamburgert, akkor a rangsorba hova tenném, a jobb egyharmad közé sorolnám. Az általánosan kapható hamburgerekhez képest. Itt most mind a kettőt lehet nálunk kapni a Duma színházban. Estére ezt tenném, a vegánt. Igen, jobban lehet tőle aludni, azért azt hiszem, hogy egy ilyen kis negyed fontos marhahús azért el tudja intézni az ember testére. Nem szoktam már ilyen nehezet enni estére, de emlékszem régebbről, hogyha megettem egy durvább hamburgert, azért hát Szundi Manó nem a legjobb álmokkal rendeztetett meg. De ez nekem íz lett egyébként, és ez egy teljesen normális hamburger. Tehát amit az ember eszik egy gyors étteremben, itt azt is megkapja. Hát nyilván nem ez a hamburgerek csúcsa. De a jók közé lehet sorolni. De a jók közé, igen, abszolút fogyasztható és egészséges. Úgyhogy hát 10-ből egy 7 pontot tudok ráadni, ha így pontozni kell. Jó. Annyit én is adok. Én lehet, hogy többet. Én már több szerettem ilyet, biztos te is. És vannak tényleg ezek a csalódások, de van egy jó irány, és ez a jó irány egyik jó hamburgere. Nagyon. Szerintem. Azért most ezt fogom folytatni, jó? Ezt a húsos. Megettem hozzá egy kis édes burgonyát, hiszen már megettem az enyémet. Jó étvágyat, mi? Kívánunk!